Szeretettel köszöntöm minden kedves vendégünket, kiemelten Csongan Szunimot, a Zen közösség vezetőjét. És egy pár gondolatot mondanék, mielőtt belevágunk ebbe az érdekes témába. Először is az mondanám el, hogy ami ma történik, az egy számunkra egy nemzetközi esemény, hiszen az év elején csatlakoztunk a United Consciousness 188 országra kiterjedő szervezetéhez, és azt választottuk, hogy a különböző spirituális csoportok közötti ellentétek csökkentésének példájául négy előadást fogunk tartani Csongan Szunim mesterrel együtt, amivel megpróbáljuk megértetni magunkkal is és másokkal is, hogy bár különböző utakon járunk, de ugyanahhoz a célhoz megyünk. Amikor Csongan Szunim megjelenik, mindig történik valami. Történt tegnap reggel is. Tegnap reggel volt a hajnali közös meditációnk 149. napján. A 4000. meditáló érkezett meg Záher Dorottya személyében. Nemrég Szunimmal együtt tartottuk a 3000. meditáció és vendégünk megjelenését, akkor Siva volt, aki pont a 3000. lett. Tehát mindig történik valami, és magát ezt a közös meditációt is azért próbáljuk folytatni, hogy minél több ember belsejébe jöjjön létre a belső béke, meditáció közben hozzon létre olyan rezgéseket, amely messze túlnyúlik a saját személyiségén, messze túlnyúlik a környezeten, és nem hiszük, hogy megállítjuk azt az őrületet, ami odakint van, mind a fejekben, mind a lövészárkokban, hanem abban hiszünk, hogy legalább legyen időnként egy-egy olyan békés sziget, ahova az emberek betérhessenek, és talán, ha nem is állítunk meg háborút, legalább megpróbálunk apró kis békékből egy új, békésebb jövőképet létrehozni. A csúcselőadásnak szántuk a mai napi előadást, amelyen egyszerre fogunk beszélni hitem szerint a Jóga szutrák és a zen kapcsolódásáról, hiszen egy sarokműve a jogának, a Jóga szutrák India 6 filozófiájának az egyike, a jóga filozófia, amely alatt a 2400 évvel ezelőtt született Patanjali jóga szutráit értik, és világszerte a jóga könyvek erre a 8 sarokpontra épülnek rá. Szeretném tisztelettel megkérni Csongan Szunimot, hogy kezdje meg a mai előadást, mint vendégelőadó. Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit. Különös öröm és megtiszteltetés, hogy Omkára Veres András kiáradó meghívását elfogadhattuk. És szeretném a mondandómat azzal kezdeni, főleg, hogy az abszolútról ilyen környezetben szó van, hogy mihelyt megszólalok, hibázom. De meg kell szólalnom ahhoz, hogy a közös hibáinkat javíthassuk. Az elme egy nagyon érdekes szerkezet, létrehozza a saját labirintusát, belemegy, meg akarja ölni a szörnyeteget, és kiderül, hogy akár nyer, akár veszít, az Ariadné fonal nélkül nem fog kijutni onnan. Nézzük meg, hogy a kérdésekre módszertanilag milyen válaszokat ad két már különböző kultúra, amelynek egy gyökere van. Ez a közös gyökér, ez szerintem múlhatatlan. És kezdem a zennel, mert ahhoz értek jobban, úgy tűnik. És a jogával folytatom abban a bátor feltételezésben, hogyha bármit hibázom, majd az univerzális energia kiáradása javítja azt. Köszönöm. Tehát a zen, mivel látjátok, halljátok, hogy ilyennel indít, rögtön mentesíti a névtől és a formától a tudatot.
Tehát a náma és a rupa kötöttségeitől azon nyomban egy pillanatra tiszta, tükörszerű és térszerű állapotba hozza a tudatot, ez az üresség tapasztalása és helyes felhasználása egyszerre. Ennek a lényegnek a tükrében látszik az igazság, ez már a tárgy, ez már a tudattárgya. És a következő lépés ezen tudattárgyaknak a kölcsönhatása, ez pedig a működés. Tehát akik a zennel már egy kicsit megismerkedtek, a Sung San Suu Kyi féle átadási vonalon belül, azok tudják, hogy lényeg, igazság, működés. Tárgyatlan tudat, tehát az eredetileg semmi sincs tudata. Utána az égkék és a fűzöld, tárgyas, de nem ragaszkodó tudat. És utána a felismerés, hogyha valaki szomjas, inni adok neki, hogyha valaki éhes, enni adok neki. A madarak csivitelnek, az autók dörömbölnek, és zörömbölnek, és zúgnak, és mennek. Tehát ez a három leírja gyökerében és lényegében azt, amiről szeretnék majd beszélni a két kultúra összehasonlításaként. És bátran mondhatom, aki egy picit a jóga 8 szintjével foglalkozik, és remélhetőleg ezt fogja is tenni, hogy itt tárgyassal indul a dolog. Tehát nézd meg azt, hogy először be van állítva a jáma és a niáma, ahogy a fogadalmak be vannak állítva a zenben. Tehát nagyon hasonló a jáma és niáma működéshez, például a pancsasila, az öt fogadalom, hogy mit tégy és mit ne tégy ahhoz, hogy a tudatod energia szintje növekedjen, és a tisztasága pedig kellő minőséget érjen el. És a legelső deklarált meditációs forma, az rögtön a testtel kezdődik. Tehát azért kapsz ászanát, hogy az elkerülhetetlen tárgy az életedben, ami a tested, az reflexióval a meditáció tárgya lehessen. És ez indul ott, hogy nézd, ez a kezem. Hűha! De hogyha megnézed a csecsemőt, az hónapokig nézi a kezét. Mert épp hogy megszületett, és meg kell szoknia neki azt, hogy van keze, van mellkasa, van lába, van egy másik keze. De ugyanígy mi nem szoktuk meg nagyon sokáig, hogy a tudatnak tárgya van. És ezért hamisan azonosulunk az érzékeléseinkkel, mert a tükör nem tisztult le. Mert a lényeget nem értük el. És a jóga bölcsen, kíméletesen, szépen finomítja az érzékelést, aztán már egy tárgyatlanabb, de még mindig elkülöníthető entitás, ugye, a pranayámában a lélegzet és az energetika a tárgya a meditációnak, és akkor már kicsit légiesebb a dolog. És amikor a fizikai és az energetikai szint már meghaladott, mert eleget figyelted, gyakoroltad, és leválasztottál róla, tehát nem azonosulsz vele, akkor a pratyahárával befelé fordul ez az irány, és elkezded a tudattárgyait megfigyelni. Ehhez persze módszer kell, és a módszer a dárana, amikor egy fix tudattárgy kialakul, legyen az egy mantra, vagy a zenben egy kérdés, vagy bármi olyan módszer, ami a tudatot megállítja, és nem engedi mozdulni. Nem engedi bemenni a labirintusba, hanem a módszer Ariadné fonalával ide a pillanatba visszahozza a jelenlétbe. A keletiek szerint az intellektusod is egy érzékszerv. A gondolataid, az érzelmeid, azok is a tudat tárgyai. És hogyha a durva fizikai testtel kezdesz, és az energetikával folytatod, közben már megjelenik az a mentális karma, amit egy csendesen mozdulatlan meditációban elkezdhetsz látni. Na most ez a látó mindaddig nem tisztul le, amely bármilyen tudattárgyal azonosul. És a paradox, ahogy mi ez fölfelé egyre jobban közeledik, hogy a dárana az a fix tudattárgy, a koncentrációnak a tárgya. És utána a gyána következik, és innentől kezdve már csak önkép van, illetve később nincs, hogy az elmélyedésben ez a tudattárgy, vagy a meditációnak a módszere, illetve a tudatban tapasztalt bármilyen jelenség elkezd elolvadni. Miért? Mert az önképed kezd elolvadni. Mert az egyéválással megszűnik az a fajta különváltság, ami egyébként boldogtalanságunk forrása is, egoitásunk nyersanyaga is. És a gyána, mint elmélyedés, az ugye kiágazik abba, hogy csanna, csan, szon és zen,
mert amikor Koreában, Japánban vagy Kínában nézed ugyanezt, akkor a gyökere nagyon ugyanaz, hogy egyből a gyánát tanítja. Majd te utána építed azokat az alapokat, amikre szükséged van. Ezért nevezik hirtelen útnak, ami csalóka, mert valójában nincs hirtelen és fokozatos út. Módszerek vannak, tanítványok, tanítók, tanítás van, amiket vagy követsz, vagy nem. De hogyha egyszer a dharmának a működését belátod, gyakorolsz. Gyakorolsz, mert látod, hogy ez nem csak erre az életre szól, hanem így tovább is. És amikor az önkép teljesen eltűnt, akkor a szamádi megvalósul, ami a teljesen egyé vált állapot, amikor a csepp visszatér az óceánba, és az óceánnál válik. És az a kérdés, hogy ezt az állapotot te hogyan kezeled? Hiszen akkor jutottál el a lényegig, amikor az önkép teljesen megszűnt. Ez az úgynevezett aszamprajnát a szamádi, amikor a tárgyatlan tudat teljesen a tapasztalatoddá vált. Tehát nincs is benne önkép, nincs is benne önvaló. Ezek a fogalmak elkülönülten megszűntek. Ennek az előszobája a szamjáma, hogyha megnézed a Patanjali Yoga szutrákat, és most így tiszteleteljes idézetként felszeretnék olvasni egy pár passzust belőle, vállalván a tévedés jogát és az eltérő interpretáció néha irritáló illatát. Tehát a legvégén kezdem, mert ugye felvittük szépen, vázlatosan a 8 szinten egészen a szamádiig a módszert, a teljes tárgyatlanságig, az aszamprajnát a szamádiig, és amikor ez megtörténik, nézd meg, mit mond Patanjali, miután ezek is az intuitív tudat benyomásai uralom alá kerültek, minden benyomás tökéletes uralom alatt van, és ennek következményeként létrejön a csirátlan szamádi. Azért kell ezzel a gyümölccsel kezdenünk, hogy megértsd a magvatlan szőlő és a magvas szőlő közti különbséget. Ilyen piacorientált, genetikus zöldség- és gyümölcstermesztők kedvezni akarnak a lusta humánnak, aki nem akarja kiköpni a szőlőmagot. És ezért csinálnak egy genetikai zsákutcát, amely a magtalan szőlő. És ez nagyon kellendő. Ez az a meditáció, amiben eltűnik az önkép, eltűnik a szilárd egoitás, eltűnik a létszomj, és a csirátlan szamádi azt jelenti, hogy nincs több énség, se előtte, se utána. Mert megszűnik az időkoncepció, és megszűnik az a térélmény, ami eddig volt. Miért? Mert az az önkép, az az elme, amelyik legyártotta az időt, a teret, a tudattárgyát, az indriát, az érzékszerveket, és nézd végig nyugodtan a létezés 12 tétű láncotát, az megszűnt. Tehát teremtetté vált, megszűnt abszolút mi voltában létezni, mert elérted azt az egyéválást, ahol ezek még nem különböznek, önvaló és önkép nem különbözik, forma és üresség nem különbözik, és hogyha itt valamilyen szóval ezt definiálni szeretném, hibáznék. Ezért nem definiálom. És hogyha visszafele mész, akkor egyre tárgyasabb dolgokról szól Patanjali. 50-es, az ebből, az intuitív tudatból születő benyomások az összes benyomás megsemmisülését hozzák. Na, ehhez szeretnék egy olyan hasonlatot mondani, amelyet páran zen tanítványok hallottatok, de itt a szobában ülők többsége nem. Ha egy villanyrezsót te hidegen tartasz, akkor a rácsepegő víz az jégkéreggé válhat. Ráfagy a hideg rezsóra, és hogyha egy ütés éri, akkor a jég is törik, és a rezsó is törik. Tehát a hamis azonosulásokkal és kényszerű ragaszkodásokkal, átalakítatlan önképpel bíró tudat, az traumatizálható és traumatizál, mert nem tud más csinálni. Mert nem szabadult meg. Nem érte el a teljes tárgyatlanság vagy keletkezetlenség állapotába. Viszont, hogyha a szamádit megtapasztalta, hogy az egyéválás állapotát, akkor minden érzékszervi hatás már erősíti ezt az állapotot, és nem gyengíti. Ezért hallhattad legnagyobb nyugati bodhiszattvánktól, hogy akinek van, annak adatik, akinek nincs, attól még az is elvétetik, amilyen van. Ez a villanyrezsós hasonlat továbbviteleként úgy működik, hogyha elkezded fűteni a villanyrezsót, leolvad róla a jég karma. És utána bármilyen
jégkocka vagy vízcsepp ráesik, a forró villanyrezső ezt elolvasztja. És annyira forró is lehet, hogy ahogy a víz cseppen rá, a feláramló forró levegő már azelőtt elpárologtatja, hogy leérne a villanyrezsóra. Na, ezt olvasod itt. Tehát az intuitív tudatból születő benyomások, vagy érzékelések, az összes érzékelés megsemmisülését hozzák. Tehát itt egy hatalmas fordulat van, mert az érzékszervi síkon az élet már nem lesz akadály, mert nincs duális reakció, nincs kényszerű azonosulás, és éppen ezért a figyelem töretlen. A jelenlét folyamatos. Visszamenve még egy picikét, egészen a 46-os végig, mert ott van vége az én csirákat még tartalmazó szamádik leírásának, tehát a nirvicsára szamádi megtisztulásával a jogi intuitív tudásra tesz szert. Itt rengeteg szanszkrit fogalom van, nem megyek bele, mert nem tudok szanszkritul. De ez jelenti azt a tudatot, amelyben semmiféle tárgy nincs. Nincs név, nincs forma, nincs múlt, nincs jelen, nincs jövő, nincs dualitás. Semmi. De az tiszta, mint a tér, tiszta, mint a tükör, és ekkora jogi intuitív tudásra tesz szert. És itt van a tükör előtti, a lényeg előtti tükrözés igazságtartalma, 48-as, ekkora jogi intuitív tudata megtelik az igazsággal. Ez, hölgyeim és uraim, nem valami absztrakció, hanem amikor először látod, hogy az ég kék és a fű zöld, de 100%-os tisztasággal. Ez nem rendszer. Ez nem valami könyv. Ez nem valami ideológia vagy vallás. Ez az az igazság, amely csak az egyévált tudat által egyszerűen és tisztán tapasztalható. Itt és most. Miért? Nézd meg! Ez a tudás különbözik a hiteles forrásokból, hallás útján szerzett tudástól és a következtetéstől is, mert ez egy specializált tudás. És nézd meg ennek a specializált tudásnak a kulturális gyűjtőfogalmát, a védákat, amely egyébként a látásnak, a vidyának a gyökeréből származik. Tehát nem konceptuális tudásról van szó, hanem egy olyan koncepciózus módszerről, amely elvezet a nem konceptuálisig, a nem tudhatóig. És ez a nem tudható, ez a tárgyatlan tudat. Ugye picit még visszafelé haladva a fejlődés létráján, és 43-as, az emlékezet megtisztulásával, ez az, hogy nem veszel el a múltban, az elme, mintha mentes lenne önképétől szabad fordításban, mert öntudat az van, de önkép az nincs. Az elme mentes lenne önképétől, csak a tárgytól ragyog. Ez az, amikor te nem vagy, csak a kék ég van, csak a zöld fű van. És ez egy olyan érzés, aki először tapasztalja, hogy nem kellett az önkép hozzá, nem kellett az én élmény hozzá. Oké? Ezt nagyon sokféleképpen próbáljuk elérni kis kémiával, kis fizikával, párkapcsolattal, vitorlásúttal, egyebekkel, de amíg a tudatnak tárgya van és tárgyfüggő, érzékelés függő, addig dzsíva, addig érzékszervhez kötött lény, körül dzsungszeng. És az, hogy dzsívát ma legyen, ahhoz kell az önvaló tapasztalat, és ez az önvaló, ez az aszamprajnát, a szamádi, más szavakkal. Na most, aki a nirodát egy kicsit ismeri, mint fogalmat, az az elme hullámzásától való megszabadulás, és az legelső, ami itt a szamádi pádánál ki van jelentve, ez a gyönyörű mondat, amit most teljes tisztelettel idézek, ez a jogás citta vritti niroda. Tehát az elme hullámzásának, felle ingadozásának, dualitásokra szakadásának a megszüntetése. Na ez az az entrópia, ami ma odakint, és hogyha engeded az inboxodat, idebent a digitális képedben van. Tehát a nullák és egyek olyan sebességgel jönnek, hogy nem tudod a vrittiket megállítani, nem tudod a nirodát használni, és elérni az aszamprajnát, a szamádit, mert folyamatos gondolkodásban és dualizálásban vagy. És ahhoz, hogy ezt megállítsd, valamilyen módszer kell, akár fokozatos, akár hirtelen. Miért? Mert ez idegen az önvalónktól. Ezek nem mi vagyunk. Ezekkel kényszerűen azonosulunk, de ezek nem mi vagyunk. És a boldogtalanság foka mindig az önazonosság hiánya, mert ha magamat nem látom jól, akkor a másikat sem, a másik embert sem. Illúzió csak illúziót lát, Buddha csak Buddhát lát. Oké? Nézd meg a 42-est, itt már az alacsonyabb rendű szamádik tárgyas mi voltáról van szó.
Az alacsonyabb rendű szamádik közül, amikor a képzelet miatt, figyeld meg a projekciót, a képzelet miatt összekeveredik a szó, a jelentés és a gondolat, 1-2-3 egymásból következő minőségek, szamádi szavitarkaként ismert. Tehát itt egy olyasféle összedolgozódásról van szó, ahol a tárgyak összepréselődnek, és hogyha valaki jól gyakorol, és meditál valamilyen tárgyon, 39-es, az egyén által választott dolgon meditálva az ember uralmat szerez az elméje felett. Itt az egy tárgy uralja a többi tárgyat. Zenben ezt így mondjuk, a 10 000 dharma visszatér az egybe. Hová tér vissza az egy? Nem név, nem forma. Akkor mi? Nézd meg ezt az átmenetet. Amikor a gondolat hullámok elvékonyodnak, a jogi elméje kristálytisztává válik, az elméje képes az önvalóra összpontosítani, itt az önmagára az egy kicsit sikamlós, mi az az önmaga? Tehát az önvalóra összpontosítani, akár csak azonosulni az aszmitával vagy mahattal, és hogyha mahatot olvasod, akkor az önvaló, mint fogalom bejöhet, vagy az elme és az érzékek finom síkjával, vagy a finom és durva tárgyakkal. Az elmének ezt az állapotát szamápattinak, vagy szamprajznát a szamádinak, alsóbbrendű szamádinak hívják. Ez is mekkora erőfeszítés kell. És hogyha tovább akarsz lépni a gyümölcs oldal felé, amit felolvastam, akkor kell engedned azt, hogy kellő gyakorlás után a mantra visszaolvad a csendbe. A kérdés, hogy mi ez, visszaolvad a térbe. És a tudatnak már mindegy, hogy van tárgya vagy nincs, mert nem fog azonosulni vele, nem fog feleslegesen reagálni, nem fog semmilyen duális projekcióval labirintusba kerülni, nem fog újabb szamszárikus ciklust kényszerűen indítani, hanem a látás fényében él és hal. Veszi föl a testet, használja, ott hagyja. Úgyhogy a zenben rendkívül kevés módszer és kicsi technika van. Szerintem azoknak az útja, akik látták a gondolkodás relativitását, és nem rendszert akarnak építeni. Ez egy kicsikét nehézkes út, mert szükség van egy olyan megértésre alapszinten, egy kognitív hálóra, ami felfogja a képalkotásodat, felfogja a lényedet akkor, amikor valami nagyon nagy törés van belőled, amikor valami nagyon keményet látsz belül. Akkor ezt artikulálni kell. Tehát akkor szükség van az eszközrendszerre. De akkor, hogyha te ragaszkodsz a tudattárgyához, újabb hamis azonosulást építesz ki. Tehát akik az ürességhez, a tárgyatlanhoz ragaszkodnak, azok fönnmaradnak a hegyen, beragadnak az ásramban. És nem akarnak kijönni, mert a tárgyat már nem bírják el. Elgyengültek abban, hogy ingerszegény környezetben, rendezett életmódban, nagyon szatvikus életmódot folytatva, csak a tárgyatlanban élnek. Ez a tisztaság csapdája. Akik viszont lejönnek a völgybe, kilépnek az ásramból, és elkezdenek újraérzékelni, azok abba a csapdába kerülhetnek, hogy újra azonosulnak azokkal az érzékelésekkel, amelyektől megszabadultak. Elkezdenek hinni új dualitásokban, holott a régieket már levetették. És ez elhozza a formához való ragaszkodás problémáját, ami a szamprajznát a szamádiban való bennemaradás. Végül, bevezetőn végén, hogyha ragaszkodsz az ürességhez, megütlek 30-szor. Hogyha ragaszkodsz a formához, megütlek 30-szor. Hogy jössz ki ebből a paradoxomból jól? Ha! Miben segíthetek, kedves onkál? Már át is adtam a szót, és kérlek, javítsd összes tévedésemet. Nem merem. Mikor készültem erre az előadásra, akkor azonnal bevillant, hogy mi dolgom van nekem a zennel, és az ember rengeteg dolgot takargat lenn a felszín alatt. Szerencsére itt van egy kedves kolléganőm, akiről ugyanez jut eszembe, szembe pont velem, akivel együtt mászkáltunk Japánban. Azt hiszem 110 napot töltöttem Japánban, legalább ennyit Kínában, és a
az időmet nem a szállodába, hanem az Zen-kolostorokba töltöttem. Talán az egyik legszebb a Szendály melletti folyókanyarban az erdőben lévő hármas kolostor volt, amikor mások készültek lefeküdni, japánok azok elég csendben lefekszenek, cipőt kihagyják, mindenki előtt meghajolnak, az alkalmazottak futva jártak akkoriban irodában is, hogy lássák, hogy ők nagyon szorgalmasan dolgoznak. És előhívtam azt a csendet, azokat a megéléseket, és kerestem az összekötő kapcsokat, majd ezt a kis papírt szültem meg, amit ma már elsütöttünk, hogy mi a közösség a zen és a jóga között. Nagyon egyszerű, most láttam így, hogy amit Kínába csannak neveznek, azt Japánban zennek nevezik, Koreába seonnak, ha jól mondom, páli nyelven jánának, vietnámiul tiennek, és szanszkritul diánának, azaz meditációnak. Magyarul zen és meditáció egy és ugyanaz, legalábbis a szótár értelmezése szerint. Úgyhogy nem állunk egymástól túlságosan messzire. Van egy város, ami vagy 80 kilométer széles, és mivel az autópályákat nem tudták hova rakni, a házak fölé tették ezt a várost, úgy hívják, hogy Oszaka. És Oszakába is, benne a város közepén van egy picike kis kolostor, ami nem tekint, 1358-ba hozták létre, és dacol az idővel. Minden ugyanolyan, mint 1358-ban. Ugyanolyanok a zenkertben a meghúzott, hullámzó, kavicsokból készült mintázatok, a kis bonszájok, ott van a szemem előtt, ahol lehet önteni egy kis vizet magának mindenkinek, és ott van ez a mélységes béke, ami bent van a kolostorban, miközben egy őrült város veszi körül a maga zsibongásával. Mivel a diánáról, a meditációról kell beszélnünk, el is mondhatjuk, jóga egyenlő meditáció, meditáció egyenlő magasabb szinten szamádi, jóga egyenlő egyesülés, azaz, amit hallottunk itt, egyesülése a vízcseppnek az óceánnal. Hogy menjünk le egy kicsikét hétköznapi szintre, mert nem mindenki volt itt korábban az előadásainkon, ezért praktikus megérteni, hogy a jóga honnan származik. A jóga a védákból származik, a szanszkrit vid gyökből, ami tudni jelent, tehát a véda szó az tudást jelent, és ez a tudás nem más, mint az önvaló, vagy a tiszta tudat ismerete, ami létünk célja, függetlenül attól, hogy ma még ásványok vagyunk, holnap esetleg már növényként jelenünk meg, holnap után lehet, hogy már állatként jelenünk meg, majd egy szép napon emberkabátot kapunk bizonyos fokú értelemmel, és így jutunk el egészen odáig, hogy az emberkabátban kell megélni azt a pontot az életünkben, független attól, hogy Porséd van, villád van, jachtod van, egy szép napon, ha nem ebben az életben, akkor 1000 élet múlva, de akkor is eljutsz oda, amikor szembenézel a saját végességeddel. Hiába van teli a hitelkártya, a buksza, hiába van a hűtőszekrény teli, a mélyhűtő is felkészülve a nehéz időkre, szembe kell nézned a saját mulandóságoddal, és el kell döntened, hogy te az óceán vagy, vagy a hullám. Ugye a fiatal hullám is mit csinál? Gyönyörű alakjával jön fölfelé, és ő a legszebb, a legmagasabb hullám, mindenkit ő csodálja, majd egyszer megriad, mert elkezd a hullám visszafelé menni. És ilyettébe elszalad a bölcshöz, és megkérdezi, hogy
segítsen, mert mindjárt leér az aljára, és őt a legszebb hullámnak nevezték itt a földön, és a bölcset kérte meg, hogy segítsen rajta. És a bölcs azt mondta, hogy amíg a világ legszebb hullámának gondolod magad, addig nem tudok segíteni, mert halandó vagy. De abban a pillanatban, ha az óceánnal kezded azonosítani magad, elnyerted az örökké valóságodat. Nekünk is, hogy rögtön itt a szutrákba belevágjak, majd oda puskázok, a második fejezet 18. szutrája mondja el, hogy mi a francnak vagyunk itt. Mint mondtam, védikus filozófia, jóga filozófia, azért védikus filozófia, mert ha lenne benne olyan tanítás, ami ellentmond a védáknak, akkor nem lehetne védikus filozófia. Maga a védák tanulmányozása nem egy könnyű műfaj, ezért találta ki Patanjali azt, hogy egy olyan irományt szerkeszt össze, nem ő találta ki, ő szerkesztette össze immár 2400 évvel ezelőtt, amiben ugyanúgy gondolkodik, ahogy mi, duálisan. Ha azt mondom, hogy milyen helyes fiú ez a Shiva, akkor valakihez képest helyes. Ha azt mondom, milyen meleg van, mihez képest? Az 1600 fokos vasolvadás pontjához képest, vagy a fagyponthoz képest. Tehát benne élünk egy relatív, egy duális világban, és a véda az nem egy duális tanítás, a véda az egy igazi advaitikus, kettősség nélküli tudás, amit ha nagyon szeretnétek megismerni, itt van Dicz Dóri, ő a professzor ennek a tudománynak, ő tanítja jógában, és rengeteget dolgozott az előadásokon, hogy valahogy lehozhassa mindenkinek érthetővé, aki jelentkezik. De a jóga filozófia az, mint mondtam, duális filozófia, ami azt jelenti látszólag, hogy kettősség alapú, mert azt érzékelteti velünk, hogy van egy lélek, vagy purusa, vagy tiszta tudat, azért, mert a lélek alatt a buddhisták más definíciót értenek, és azért próbáltam rögtön a tiszta tudatra visszamenni, hogy megmaradjunk a közös platformon. És ez a második fejezet, 18-as szutra, ez pontosan elmondja, hogy miért vagyunk itt. Azért vagyunk itt emberi szinten, hogy először tapasztaljunk, utána jöjjünk rá a saját mulandóságunkra és végességünkre, gondoljuk meg, hogy ha holnap valami miatt el kell menni, hány ember van itt, aki felkészült arra, hogy holnap reggel 6-kor elmenjen, kilépjen a fizikai testéből, kész a végrendelete, mindenki tud mindent, mit kell csinálni. Ki hiszi el azt, hogy egyáltalán holnap reggel 6-kor meghalhat? Úgy látom, hogy nem vagyunk kész, velem együtt. De ez nem kell, hogy megakadályozzon bennünket abban, hogy holnap is menjünk ki hajózni, holnap után is menjünk el kirándulni, egyetek nagyon finom ebédet holnap is, de készüljetek arra a változásra, amire nem lehet a halál előtt 4 órával felkészülni. És félreértés ne essék, nem akartam senkit se elszomorítani, hogy itt még halál is van ma este, de pontosan az ember, amikor fölébred, és ez fiatal korában is fölébredhet a saját végességére, ami lehet, hogy majd egyszer 100 év múlva múlik csak el, mindenképpen fontos az, hogy tud-e ez ellen valamit tenni. És amikor ez a kérdés megfogalmazódik, utána keresi az utat, és a jóga mutat egy utat erre felé, hogy igenis van kiút,
és ez a kiút az önfejlődés, az emberi elme uralmának megszerzésén keresztül történik meg. Gyakorlatilag más eszközökkel, de ugyanazt az utat járod be, mint egy koreai zenbuddhista, egy japán zenbuddhista, vagy saját maga Buddha urunk. Ha vissza szeretnék térni egy pillanatra még az egész szutrarendszer felépítéséhez, végtelen gagyi a történet. Azért végtelen gagyi, mert az anyagvilágnak mindössze három sajátossága van. Erre épülnek a szutrák. Nevezetesen az anyagvilágban a teremtésemet követően létrejött a prakritinek vagy anyagvilágnak a tamasz, sötétség, tunyaság, nehézkedés, tehetetlenség minősége, a rajasz, a mozgékony, a változás, és a harmadik pedig a szatva, a tisztaság, világosság, tudás minősége. Ez, mivel azt mondtam, hogy az anyagvilágra érvényes, éppen ezért a gondolatokra is érvényes, éppen ezért az egész elmére érvényes. Márpedig aki az elméjét uralja az egész világot, az uralja az egész testét. Egy szóval, aki megszelidíti az elméjét, megszelidítette önmagát, és van még egy nagyon finom dolog, amiről már Szunim is egy pár gondolatot mondott, hogy nem elég az, hogy te benn vagy a szatvában, azaz az anyagvilág legfinomabb minőségében, mert soha nem szabad elfelejteni, hogy még mindig az anyagvilág börtönében vagyok, még mindig benn vagyok a téridő rabságában, és még egy ugrás kell, egy kvantumugrás kell, amit aszampradnyát a szamádinak neveznek, és ez a kvantumugrás nem más, mint amikor elengeded az anyag legfinomabb minőségét, amit már megvilágosodásnak is élhettél meg, hiszen 6 fokozatban, a megvilágosodás 6 fokozatában már benn vagy a szatvikus világ legfinomabb minőségeiben, de még egyet kell ugrani, hogy elérjed a legmagasabb szintet, amit neveznek aszampradnyát a szamádinak, nirvikalpa szamádinak is, és ezek a kifejezések mind-mind leírhatatlanok, ahogy Swami Sivananda mondta, ne is próbálkozzatok azzal, hogy ezzel a véges tökkel, a rengeteg gondolat kombinációjával majd kizzadod a szamádit. Senkinek nem sikerült eddig, az emberiség történelme során, annak sikerült, aki egyszerűen gyakorolt, és egy pillanat alatt kigyulladt a villany a fejébe, és mondta, nem ez, nem az, tök mindegy, mit mondtok, semmihez nem hasonlítható. Éld meg. Ennyi. Hát akkor, akinek lenne ezzel kapcsolatosan kérdése, vagy bármilyen a jóga filozófia és a zen és a jóga filozófiával kapcsolatban, akkor egészen Shanghai-tól Pekingen keresztül, a koreai kolostorokon, az indiai különböző ashramokon keresztül, és még a japán zen kolostorokon keresztül is mindent lehet kérdezni. Tehát Shankarától Pajcsangig nyugodtan. És csak, hogy inspiráljalak, itt van egy, aztán nyugodtan kérdezze, hogy a látó maga a tiszta tudat, és bár tiszta, ez mégis a csitta gondolat hullámaival azonosul. Dióhéjban ez a probléma, tessék. Üdvözlöm, nekem az lenne a kérdésem, fölverült most itt, hogy mihez hasonlunk, mihez nem. Nekem volt egy fixa ideám, akár jogába, akár zenbe, hogy én magam megtisztítom magamat, és akkor exit, és ezt az egészet itt hagyom, és akkor szuper. És nemrégen pont zenben láttam egy csomó kisgyereket, meg itt futkároztak ott boldogan, és akkor felmerült bennem, hogy ez nem képmutatás, hogy és akkor velük mi lesz? Tehát én ezt most hogy gondoljam? Tehát nekem ő hozzájuk már semmi közöm, és akkor exit, vagy nekem illene egyszer csak figyelembe vennem, hogy
megdöbbentem igazából, hogy a végén vissza kell születnem, mert akkor ő velük mi fog történni? Az a helyzet, hogy amit eddig tanultál már, ott van a válasz, csak az szerettél volna velünk beszélgetni. Igen, ez így van. A válasz az ott van, hogy mit mondtunk arról, ami bennünket körülvesz, beleértve a saját testünket, mája, azaz illúzió. Az a sok kedves kis gyerek, akit látsz, azok 100 év múlva mind ugyanolyan halottak, mint te leszel. Úgyhogy nem kell velük sokat foglalkozni, mert ők múló formában vannak, és csak egyetlen egy helyen vannak, a te fejedben. És abban a pillanatban, amikor az önkiteljesedést megértetted, és megélted, ez már nincs. Ez a legnagyobb paradoxon, amivel senki nem tud semmit se csinálni, hogy a nagymester elmegy, és mi lesz az itt lévőkkel? Igen, a buddhizmusban, különösen a tibeti buddhizmusban van, hogy a következő dalai láma annyira könyörületes volt idáig mindig, illetve a különböző magas szintű lámák, hogy tudatosan visszatértek, hogy a szenvedő világot segítsék. A védák ezzel ilyen értelemben nem foglalkoznak, egy olyan spirituális óriás, mint Swami Sivananda megadta nekünk azt az ajándékot, hogy 43 éves korában kiteljesedett, majd utána itt maradt még, szolgált 33 éven keresztül, és amikor letelt a prarabdha karmája, akkor kilépett. Egy szó, mint 100, pont a szutrák ezt tanítják, addig van számodra külvilág, amíg van gondolat. Nincs gondolat, akkor nincs tér, nincs idő, nincs ok, nincs okozat, egyszerűen abszolút létezés van, abszolút tudás, és az üdvösség legmagasabb szintje. Úgyhogy direkt kérlek, hogy ne törődj akkor a gyerekekkel, amikor megvilágosodsz. Ez az én tanácsom. Nem fenyeget egyelőre még, de... Téged egy kicsit ismerve olyan szerzetesi karmát hordozol, aki ott volt Krisztus előtt második évszázadban a Mahajána és a Téraváda szétválásánál, és azóta dilemma ez neked. Két mondatot mondok. A születés már hiba. Téraváda. Születés nélkül nem érheted el a felébredést. Mahaján. Ha így folytatod, a következő életemben a tanítom leszel. Tanítanál engem? Igen. Ahhoz le kell születni. Nagy meló, de látod azt, hogy én újabb és újabb hibákat elkövetve a szamszárának a legkeményebb körforgásában kávédarálóként igyekszem a karmámat finomabb alakra hozni, és az Istennek sem megy. Miért? Mert kávédarálóként őrlöm karmám magvait, és ez állandóan ilyen port csinál. Ha nem születsz le, akkor nem tudod megtanítani nekem, hogy hogy húzzam ki a konnektorból a kávédarálót, és hogyan állítsam meg az egészet. Tehát amikor Kobong Szunim átadta a tant Szungszán Szunimnak, ami nem volt egy ilyen könnyű kis szertartásos menet, amikor az utolsó kapun is átment, órák hosszat tartott a darma küzdelem, az öreg nem adta könnyen, azt mondta, viszlát 500 év múlva. Minél fejlettebb a lélek, annál kevésbé a saját kényszerei hozzák ide a földre. Tehát, hogy nem hibából születik újra. Hanem azért, mert ott van a barátja, a fia, a lánya, a tanítója, a tanítványa, és ha ő nem születik le, akkor ez úgy is marad. És még lejjebb megy az egész. Ha tapasztalod az egyévválást, akkor tapasztalod a lényeget, és ezzel egyévválsz az emberi mezővel. Mindannyian ugyanannak a tengernek a különböző rajzolatú kis vízpermetei, hullámzásai vagyunk. És hogyha valaki belekakil ebbe a tengerbe, az mindannyiunkat érint. Ha valaki megtisztítja ezt a tengert, mindannyiunkat érint. De ezt bele kell ugrani a tengerbe, és ezért látod azt, hogy aki létszomjból születik, az milyen irányt vesz fel,
aki pedig a megszabadulás útját óhajtja járni, az milyen irányt vesz föl. Úgy tűnik, hogy az inkarnáció mindent visz. Enélkül nincs szemed, füled, orrod, értelmed, érzelmed, tested. Mert a lélek nem jön le. Ott van fönt a felhőben. És az az érdekes, hogy a kényszerből lehet lehetőséget és alkalmat formálni. Amikor a vállalásod megegyezik az akaratoddal, akkor a kényszerből már lehetőség lett, már erény lett, mert kivetted az énséget belőle. Ezt látod olyan mesterembereken, Japán és Korea tele van ilyenek, én Koreában láttam egy párat, hogy nem tudjuk, hogy miért csinálja azt az ácsmunkát, hogy kényszerítették rá, mert az apja azt mondta, csak ez lehetsz, fiam, vagy ács tehetségként született, és ő akkor is az lett volna, hogyha az apja mást akart. De csinálta 30 évig, és teljesen az énségét kivette belőle, az az egy év vált az ácsmunkával, és amikor hozzányúl bármilyen szerszámhoz, és az odaér a fához, abban a mozdulatban minden benne van. És akkor ezt látod, és belül egy teljes katartikus élmény, holott az ember csak gyalult 2 métert. Ehhez le kell születni. Ha ragaszkodsz a születetlenséghez, hiba. Ha ragaszkodsz a születés és halál körforgásához, ugyanaz a hiba. Merre mész? Nem ez volt az eredeti tervem. Nekem se. Na és? Nagyon meglepett. Engem ahogy is. Tanulok és meditálok, nekem engem ez a gondolat nagyon meglepett, hogy ha mindenki exitál, akkor mi van a többiekkel? Tehát mi lesz, ha egymást azért tanítjuk? Annyira ne légy optimista, hogy nem mindenki kiinkarnáló, tehát olyan csírátlan szamádi térrel, olyan magtalan szőlőt fog fogyasztani. De ez akkor is egy folyamat. Gyakorlatilag énséggyökér nélkül, mindenféle ilyen kis klésa nélkül, hát úgy távozik innen te, mint a szivárvány. Fú! Mint a kis békegalamb, hogy elmegy, azt nem jön vissza. Kőkemény létszomjal távozunk innen. Vágyjal és haraggal a szívünkben, és az ide lehoz minket megint. Akkor nem aggódom, köszönöm. Ne aggódj, csak tedd a dolgod, ez így már nagyon jó. Nekem az lenne a kérdésem, hogy olvastam azt a mondatot mögöttetek, hogy valósítsd meg önmagad, és most a hallottak tükrébe, hogy ez itt az önmagad, az mire vonatkozik? Mert tehát, hogy most a lényeg valósítsa meg az illúzión keresztül önmagát, vagy az illúzió a lényeget, vagy ez... Tehát nekem ez a mondat egy picit így zavaros. Engedd el a szatvát, és megkapod a tiszta tudatot. Itt ez a valósíts meg önmagad, van egy angol szó, ami így hangzik, hogy realize. És ezt a realize-ot nem lehet magyarra lefordítani, mindenkisé. Ébredj öntudatra, ébredj önmagadra, ébredj az önvalódra, ébredj fel abból az álomból, amit májának hívnak, az ébrellét, az alvás, bocsánat, az ébrellét, az álmodó alvás és a mély alvás illúziójából, lépj át a negyedik tudatállapotban, amit Turiyának neveznek a szanszkrit 4-es számból, és maga az önmegvalósítás az, hogy csukd be minden ablakot. Mikor minden ablakot becsuktál, ami ott marad, időtlen létezés, minden tudás és abszolút boldogság. Ez a recept. Ha megnézed Goethének a Faustját, ugyanoda jut, amivel ez kezdődik. Szörv, szolgálj, és így megy végig egészen lépcsőről lépcsőre, amíg haza nem ér. Ez így válasz neked? Így most igen, csak hogy igazából én, tehát hogy úgy gondoltam, hogy ezek a mondatok, ezek mindig így arra szolgálnak, hogy odáig elvezessék az embert, hogy tényleg már csak a tapasztalás van, és nekem ez a mondat úgy nem arra vitt, ezért kérdeztem meg, de ahogy így elmagyaráztad, tehát igazából egy hibás fordításról van szó akkor. Az a helyzet, hogy vagy én fordítom hibásan. Lefordíthatatlan lefordításról van szó, és mi pont azt a fordítást csináltuk, amit most te nem értettél meg, de mások is vannak ezzel így, úgyhogy egyáltalán ne becsüld le önmagadat. Itt egy gondolat, mielőtt átadom még Sunimnak a szót, mindenképpen ott van, hogy elkezdtük itt az om mantrát. Emlékszel rá?
ezt hangosan elkezdtük rezegtetni, beültél ennek a mantrának, a személyedet beleraktad ebbe a csónakba, elkezdted mondani, hogy om, 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 akkor jött kívülről ilyen autóbusz, fájt a lábad, stb., majd egyszer csak elkezdted magadban ismételgetni, egyszer csak eltűnt az autóbusz, eltűnt a külvilág, eltűnt a saját személyiséged, egyszer csak észrevetted már, hogy az om mantra mondja saját magát, és szépen ez a kis sajk, ez a kis csónak bevezett téged a tiszta tudatba, és egy idő után már nem is akarod abba hagyni a meditációt, mert ha vége van a meditációnak, vissza kell megint ide jönni. És a legvége az, amikor már a szamádikat éled meg, amikor már azt veszed észre, hogy jé, ez a mantra olyan finommá vált, hogy ő lett a tiszta tudat. Tehát magáról megint történésről beszéltem. Egy finom transformációról, amiről hitem szerint talán a buddhizmus is szól. Elnézést. A buddhizmusról nem tudok semmit. A zen az egy olyan primitív dolog, hogy így nem tudunk. Tehát itt ide gyűsz, azt nem tudsz te semmit. Ez nagyon fontos. Miért? Mert ez az egész gondolatból van összerakva. Mit mond Mephisto, és miért olyan elképesztően agya a furt? Azt mondja, nem lehetsz más, csak aki vagy. Hogy volt az a mondás, hogy szanszkritul, ez a Brahman szavaszti. Nem lehetsz más, mint az önvaló. Aham Brahmasmi. Köszönöm szépen. Javítom magam. Aham Brahmasmi. Na, Mephisto nem erre visz. Amikor azt mondja, hogy nem lehetsz más, csak aki vagy, be akarsz zárni az egódba. Nagyon gyorsan, mert azt tudja használni. Azt tudja manipulálni. Akinek te hiszed magad ezerrel, vágyból, haragból, téves nézetekből, az manipulálható, és Mephisto ezt megteszi, mert sokkal okosabb, mint te. Médiának hívják, nem? Is. Nem, nagyon nem. Sok arca van. Mindig nullákra és egyekre bomlik, de mindig ugyanazt csinálja, rengeteg arca. És képzeld el, hogy a zen, amikor azt mondja, hogy bízz önmagadban, az kb. Ez, hogy valósítsd meg önmagad, és engedd téged hibázni. Te nyugodtan tévezd össze az önvalódat az önképeddel, mert akkor majd szenvedsz. És amikor kiderül, hogy szenvedsz, akkor látszik, hogy az önvaló és az önkép között nem megfelelő a viszony. És ezért, amikor visszatérsz a gondolkodás elé, akkor utána fölteszed a kérdést, hogy ki vagyok én két gondolat között? Tehát amikor a gondolkodás így megszűnik, ugye, akkor nincs definiált önkép, csak a kutyaugatás, a közlekedés zaja, a fénylő lámpák a mennyezeten, két kopasz ember itt előtted. Tehát amikor nincs önkép, akkor az önvalót realizálod, és ezért az önmagad mulandóságára, illuzórikus voltára, a praxis során, legyen az jóga vagy zen, rá fogsz jönni. Tehát az elején ez az önmagad, ez az önkép. Mire az út bizonyos realizációs pontjára elérsz, az már az önvaló. Nyugodtan tessék kérdezni, mert az első válaszaid úgyse lesznek jók. Úgyhogy kérdezzétek tovább. Tehát amikor erre kérdezünk, a hatodik pátriárka kérdésével, az azt, hogy amikor nem gondolsz jóra és rosszra, mi az eredeti arcod? Kicsit beleforgatva ebbe a kontextusba, amikor nem gyártasz le semmilyen önképet, se jó önképet, se rossz önképet, akkor hogy tapasztalod igazi önvalódat? Hogy igazi önvalónkat, mert ez tényleg az egyetlen egy közös dolog bennünk, ez a megfoghatatlan nem név, nem forma. Úgyhogy nyugodtan tessék művelni azt a fog, hogy önmagam. És akkor eljutsz az avatártól az átmanig. Aztán vissza az avatárhoz, mert ahogy ezt tanult barátom kérdezte, ez a lélek receptje, hogy visszajutsz az avatárig. De az átma Brahman nélkül, az advaita nélkül a dualitások nem működnek helyesen. Dzsivátma csak akkor van, hogyha az átmánt tapasztaltad. Egyébként nem nemesíti meg semmi sem a létedet. Semmi sem emeli a tudatszintedet. Oké? Okay? Egyéb kérdés?
Nekem az lenne a kérdésem, hogy válhat-e akadályá az úton a gyakorlathoz való ragaszkodás? Mind a kettőtökhöz szól a kérdés. Neked még nem. Majd ha akadályá válik, szólok. Most még nem. Kiegészíthetem egy történettel? Na, ott jelenik meg az akadály, hidd el. De mondhatom? Mondjad. Persze, azt nem mondtam, hogy nem mondtam. Mondjad. Mi először találkozunk, Szunim. Én 3 éve gyakorlok, egyedül, otthon. És az elején nagyon komolyan vettem. Én egy családban élek, itt a feleségem, és ő jogát gyakorol. És két gyermekünk van, ez talán még fontos lehet. Én nagyon-nagyon komolyan vettem az elején, hogy minden reggel ülés, mantra, leburulás, ilyesmi, és ez ment egy darabig. Azt reméltem, vagy hát így arra számítottam, hogy ezáltal majd egy ilyen békés együttlét történik a családban. És a feszültség az így fokozódott, és ezért valami alternatívát kellett, hogy találjak, mert azt láttam, hogy a feleségem rosszalvó, és mondta, hogy ne ébresszem fel, ha lehet hajnalba, ilyesmi. És akkor, hogyha kitartottam volna emellett a gyakorlat mellett, akkor azt nem akartam megvárni, hogy mi lesz. Ezért, és most jön talán egy ilyen személyes csavar, hogy én nagyon szeretem a teát, és minden reggel felkeltem, de ahelyett, hogy ültem volna, vizet melegítettem, teát készítettem megfelelő módon, majd felszolgáltam, és együtt megittuk. És ez csodálatos reggeli dolog. Javult a helyzet. Látom, hogy a jó útra tértél. Ragaszkodni a formához és a meditáció ortodox ugye, módszertanához ugyanolyan hiba, mint nem gyakorolni. És mivel családban élsz, és nem pedig szerzetesként fönt a hegycsúcson, ezért a családi közös gyakorlat a sokkal fontosabb, mint az, hogy egyénileg ülsz a szobában, és még jobban elkülönülsz. Tehát az, hogy te teát főzöl, és megosztod a feleséged, és esetleg csendben megiszogatjátok, és ez a reggeli éberség, és a közös jelenlét, a közös figyelem gyakorlása, ez egy nagyon magas szintű gyakorlat. Tessék folytatni. Köszönöm. Szívesen. A másik oldal, a jóga oldala az azt mondja, hogy alakíts ki úgy, ha családot választotta, és nem vonultál még be a kolostorba, akkor alakíts úgy ki a gyakorlásodat, mert itt mondtál valami olyasmit, hogy ezek már téged kezdett ki is borítani, tehát mentálisan inkább felborított a gyakorlás, ha nem tévedek. Rossz irányba megy, úgy éreztem, hogy rossz irányba megy a dolog, nem oda akartam érni, ahol tehát tartottam. Akkor gyakorlatilag már azt elmondhatjuk, hogy a gyakorlásodat nem sikerült úgy megszervezned, hogy az a többi félnek is legyen. Csak mondok egy példát a saját életemből. Én is, amikor elkezdtem jogázni, akkor rendszeresen igen hosszúakat gyakoroltam több órán keresztül, és mindig igyekeztem levágni, amit le lehetett, megtakarítani, hogy hosszabb ideig tartottam ki az ászanát, de nem relaxáltam. És a végén, mikor már befejeztem, akkor már mennem kellett dolgozni, és olyan ideges lettem a végén, hogy a család már mondta, hogy jobb lenne, ha abba hagynám a jogát. És egy apró technikai hülyeséget követtem el, hogy elfelejtettem, hogy kell egy relaxáció, ahol visszacsendesíti az ember önmagát. Tehát azt kell még megkérdezned itt a jóga definíciójához visszatérve, hogy amit csinálsz, azt első hosszú idő óta csinálod-e, a másik megszakítás nélküle, a harmadik hittel csinálod-e, a negyedik pedig odaadással. Ez az odaadás ebben az esetben valószínűleg nem volt teljesen meg, azaz nem tudtál végig a jelenbe lenni, mert valami zavart. Nem tudtad átélni azt a gyakorlást, és ezt a finom technikai dolgot mindenképpen be kell vinni, és amit a Szunimmal együtt bátran kijelenthetünk, hogy igen, az út legvégén akadálya gyakorláshoz való ragaszkodás, engedjük meg, hogy megtörténjen az önkiteljesedés. Maguk a szutrák is azt írják, hogy a mindenféle kötődés, még az Isten kívánása is akadály az Isten elérésében. Próbálj meg később úgy gyakorolni, egyénileg,
ahogy a teát felszolgálod a feleségednek, ugyanazzal a tudattal. Jó? Egyébként a család egy kolostori intézmény is tud lenni, ez még nem jött el, de hidd el, elfog. Köszönöm szépen. Nagyon szívesen. Egyéb kérdés? Én arról szeretnék kérdezni, hogy egyértelmű, hogy Jézus járt Keleten, hogy hogy lehet ennek utána nézni, mert hogy a neten nagyon keveset találtam, de nagyon szívesen olvasnék róla, vagy megosztanám azokkal az ismerőseimmel, akik szerint ez nem történt meg, és ez a keresztény kultúra egyedi és kizárólagos. Hát a kérdés az, hogy mennyire fog ez segíteni téged az úton, mert ha nem elégít ki az, amikor én keresztény gyökerekkel rendelkezem, utána évtizedeken keresztül semmiféle vallási dolgot nem engedtem be a világomba. Szerintem ma se vagyok semmiféle vallásnak a hívője, és hitem szerint talán nem is leszek. De van egy nagyon fontos dolog ebben, hogy a saját belső igényemből fakadva feldolgoztam Jézus tanításait. És nem csak feldolgoztam, kijegyzeteltem, és Saraswati tudja, hogy tovább is adtam azoknak, akiknek kell. Majdnem szöges ellentétben van az Ószövetség és az Új Szövetség, ha végigolvassátok a tartalmát, az egyik szemet szemért, fogad fogért, Jézus meg azt mondja, ezt csak a közhelyet mondom, ha megdobnak kővel, dob vissza kenyérrel. Tehát tökéletesen egy keleti szemlélet tükröződik ebben a tanításban, és ehhez elvileg nem feltétlenül kellett volna Jézusnak elmenni, ugyanis ha utána nézel, azon a részen, ahol Jézus élt, ott volt a Kirbet Kumráni kolostor, ahol az eszénusok éltek. Az eszénusok szintén ugyanezen az elven éltek, hogy ők kitől szerezték, azt nem tudom. Ha egyébként meg utána akarsz olvasni, Notovicsnak, egy orosz utazónak van egy könyve, a tibeti Himiszi kolostorban találkozott egy apáttal, és ez az apát, magyar nyelven is megvan a könyv, ez az apát megmutatta neki azokat az írásokat, melyek szerint Jézus járt Tibetben. Ezen kívül számos mű van, az összes talán egy német szerzőtől van a Jézus Indiában járt című könyv, meg lehet rendelni, az összes kockát összerakta ez a szerző is. Tehát nekem, mint jógázónak nem jelent semmiféle élményt az, hogy van mohamedán szerző is, magyar nyelven ilyen vastag könyv, ami szerint Jézusnak pontosan megvan, hol van a sírja Kasmírban. Ezzel az ember egyet tud csinálni, egy csomó hittest, keresztény hittesvérnek felborítja az eddigi hiedelem világát, és neked meg a gyakorlásodban nem segít igazából sokkal többet, hogy Jézus tanítása teljesen összhangban van a védákkal, még a leírt csodákkal is. Tehát megvan a forrás, magyar nyelven, angol nyelven, természetesen az egyház ezeket cáfolja, hiszen a létét kérdőjelezné meg, ha ezek mind igazak lennének, és éppen ezért abban maradunk, hogy maradjon meg a 1,5 milliárd ember kereszténynek, maradjonak meg a zsidók zsidónak a saját írásuk és hitük szerint, és képzeld el, ha te mint buddhizmus gyakorló vagy? Zen gyakorló vagyok egy éve. Bocsánat, jaj. Most én jövök, te voltál az előkészítés, majd én mondom egy kicsit keményebben. Igen, vagy micsoda. Szerintem jobb, ha a Szunin folytatja. Köszönöm a nagyon együttérző bemelegítést. Most döntsd el, légy szíves, hogy a nem hívő ismerősök, rokonok bármiféle győzködése téged mennyivel visz közelebb a megvilágosodáshoz?
Engem semmivel, nekem megvan már a meggyőződésem. Jó, akkor miért akarsz rájuk hatást gyakorolni? Ők ezt kérték? Nem. Akkor maradjunk ennyiben. Okay. Tehát, hogyha ők ezt nem kérték, akkor ne győzködd őket, mert az energiádat pazarlott. Hogyha esetleg van kérdésük hozzád, akkor se te válaszold meg, hanem mondd, hogy menjenek az ötös úton. Nem Lajos Mizsére, hanem szálljanak le új Delhiben, menjenek el Csandikárba, és Csandikárból az ötös úton, így kelet-észak-kelet felé 400 kilométer. Ott van ez a kolostor, ez a Hemisz, amiről hallottunk, és ha érdekli őket, menjenek el a TED színhelyére, az az ő útjuk. De az, hogy Jézus mit csinált, az, hogy ez a hiányzó 19-20 év az hol telt, nekünk már mindegy. De az, hogy amit tanított, az a lelkében éljen, ahhoz nem kell elmenni sehova. Tehát a lelket kell kinyitni Jézus Krisztus tanítására, hogy egyé váljunk azzal a szerető együttérzéssel, amit ő 1000%-os tisztaságban közvetített. Hogyha ők nem az ötös úton szeretnének menni, akkor 11-esre irányítsd rá őket, ez egy jóval rövidebb táv. Menjenek el Esztergomba, Bazilikába, nem hozzánk, az nagyon nehéz kenyér. A Bazilikába legyenek szívesek, és a kincstár bejáratánál vegyék szemügyre az Anjou Kárpitot, mely 1370-ben született, mindenki által látható, de nem fényképezhető le. Öt nyelven van tiltva, és van egy néni, meg egy bácsi, aki őrzi, hogy ne is. És azért érdekes, mert csak a motivumok és a motivum történet már borítja mindazt, amit egyébként dogmatikában szeretne az egyház megtartani. Min ül Jézusunk, milyen tartásban ül, milyen mudrával ül, milyen ruhában ül, mi a három osztásnak az oka, milyen színű kis rojtocskák vannak a mennyezet vonal alatt 20 centivel, hány szírma van annak az ábrázolásnak, ami ott van, és mi van a közepében, az egyik egy András kereszt, a másik meg egy ilyen ismeretlen négyosztatú, kicsikét ilyen gubicsal a végén valami, amit véletlenül vajzsrának hívnak. Tehát tessék ezt megnézni egész nyugodtan. Lássanak ők a saját szemükkel. Keressenek ők a saját elméjükkel. Járjanak ők a saját lábukon. Tégednek hagyjanak békén ezekkel. Jó? Köszönöm, megfogadom. Nagyon szívesen. És még úgy csak, hogy segítsek rajtad egy kicsit lelkileg. Európai születésű úgy nagyjából mindenkit, hogyha jól körülnézel. Akármilyen karmát is hoztál a szemzugodban, vagy az orrod alakjában, tessen mindegy. Magyar és európai a születésed. Tehát amíg Jézus Krisztus személyét, művét és tanításának a legfontosabb jelentését, te nem tetted magadban a helyedre, akár kijegyzetelve, akár nem, addig nem tudsz haladni az úton. Olyan blokk lesz, és nem is tudod, hogy mitől. Mert őt azonosítod egy szervezettel, azonosítod írással, azonosítod történelemmel, azonosítod bármivel, ami név és forma, és nem látod őt a maga valójában. És azt merem mondani, hogy ha zen gyakorolsz, és emellé tenném a jóga egyszerű és tiszta, koncepciómentes gyakorlását is, akkor nagyon tisztán láthatod őt és a művét, és le is borulsz előtte. Az anyám. Anélkül, hogy bármilyen formális elkötelezettség, vagy az elkötelezettség felmondása ennek függvénye lenne. Tehát tessék ezt a lélek kapcsolatot megtalálni a saját legjobban felfogott érdekedben. És amikor ő a helyére kerül, akármilyen iskolát gyakorolsz, helyes irányban tudsz tovább haladni. Na, meditációban nem volt ekkora csend. Még a szutrákhoz visszatérve egy pár gondolatot szeretnék mondani. Magánál a szutráknál egy biztosat látsz, hogy ezeket így csinálták. Nem lehet 2400 év óta cserelapozni, ami azt jelenti, hogy amit leírtak, az egy olyan kinyilatkoztatás, amin nem fog az idő. Ha ezt holnap elégetik, és az összes jogakönyvet el fogják égetni, akkor is magától újjá fog születni, mert minden bennünk van,
a saját lenyomatunkba, a tudatunkba, és újra eljön az úgynevezett tudattechnológia. Nézd meg, hogy hova jutott el a civilizáció azáltal, hogy már a jövő hónapban talán kezdik az agyba beépített csipeket, amiket Bluetooth-szal lehet programozni, amivel az emberiség szép lassan felszámolja magát, miközben ott van a kész tudattechnológia 2400 év óta, és aki egy picit most figyelte az amerikai kísérleteket a drónokkal, nem tudom, ki hallotta-e, AI, Artificial Intelligence, mesterséges intelligenciával vezetett drónról van szó. A drón menet közben úgy döntött, hogy az ő sikeres missziójához az kell, hogy a drónkezelőt megölje. Ezt nem én írtam most, hanem utána Elon Musk is föltette a kezét, és azt mondta, hogy az emberiség végét jelentheti, ha az Artificial Intelligence bevezetjük mindenhová, és döntési jogot adunk neki, illetve nem vesszük el tőle a döntési jogot addig, amíg ő veszi át tőlünk. Ez egy nagyon félelmetes jövőkép vízió, és hidd el, a tudomány nem más, mint a tévedések története. Mindenkor tudósa hiszi azt, hogy ő hordja a bölcsek kövét a zsebébe, az esetek többségében, és ezt én végigéltem a repülőgépen is, láttam a kollégákat, hogy jé, ott bement a fák közé egy repülőgép, és az összes újságíróval együtt kigyulladt, összetört. Nem mondok repülőgép márkát, az egyik legnagyobb repülőgépgyártó volt. Utána nem sokára még egy repülőgép lepottyan. Mondták, ott is hülyék voltak a pilóták, indiaiak voltak, honnan értenének hozzá. Aztán egyszer, mikor már a gyártóországnak a pilótái gépével is beálltak Franciaországban a hegyek közé, akkor szóltak a pilóták, hogy ők többet erre a repülőgépre nem ülnek föl, és nem vezetik, ahol a pilótának, mint embernek nincs meg a végső joga, hogy ez alapján, és nem a repülési kézikönyv alapján, átvegye, és az ember legyen, mint a legfelső intelligencia a döntés meghozását. Hát ezt ide tettem a végére, nem kell a lapokat cserélni, a tudósok könyveiben viszont kell. Maradt-e még valakinek valami nem artificial intelligence kérdése? Én csak egy mágikus gombról szeretnék tanítást adni. Ez az úgynevezett kikapcsoló gomb. Tehát amíg te képernyőfüggő vagy, addig mindenféle intelligencia, mesterséges vagy természetes, teljesen mindegy, a rabjául tud ejteni, mert elhiszed. A látó az mindig önmaga, de mégis elhiszi az elmének, a csittának a különböző hánytorgásait, és ezért hamis önkép alakul ki, ami leválik az önvalóról. Tehát a te digitális identitásod az nem te vagy. Semmi módon. És hogyha te kikapcsolod a gépet, amely különböző intelligensnek látszó javaslatokkal él, hogy te mit csinálj, akkor egész nyugodtan realizált, hogy még nem önálló ez az intelligencia a forma szintjén, a tartalom szintjén igen. De még mindig van esélyed kikapcsolni, most még egy ilyen időszakot élünk. Tehát megvan az informatikai autonómiájuk ezeknek a rendszereknek, és ha te belekapcsolódsz és elhiszed, akkor függővé válsz. Tehát tudok olyan embert, aki éjszakákon keresztül a ChatGPT-vel párbeszédezett, és olyan elmebaj lett úrrá rajta, hogy egy hét absztinencia kellett, hogy normálisan tudjon beszélni. Értjük? Tehát a gondolkodáshoz való ragaszkodás ilyen elképesztő anomáliákat, téveszméket, hamis önképeket tud létrehozni. Az igazi lépés az lesz, és ezt hívják Kurzweilék a szingularitásnak, ezt 2030 környékére jósolják,
amikor már nem tudod kikapcsolni, mert energetikailag és a forma szintjén önállóvá vált. Tehát már önálló mozgással, önálló energiaforrással és a már meglévő információs bázissal rendelkezik. Na akkor léptünk egy olyat, hogy az emberiség a saját sírjátása, mert ez nem csak ebben az operátor történetben, hanem nagyon sok más regényben és filmben megfogalmazódik, hogy az embert meg kell védeni saját magától. És a mesterséges intelligencia pedig elkezdi írtani az embereket, mert az ember a legnagyobb veszély önmagára és erre a bolygóra. Amíg nem találsz valamit, ami meghaladja a gondolkodást, meghaladja a duális intelligenciát, addig a rabjai vagyunk ennek. És ez a meghaladó bölcsesség az, prajnapára mit tesz szanszkritú, amivel működhetünk, és egyszer nem hiszed el. Ha elhiszed, az használ téged. Ha nem hiszed el, akkor te használhatod azt. És a jóga, mint uralom, az nem hatalmi szó. Ez a megfelelő hozzáállás az élethez és a halálhoz. És akkor se gondolat, se érzelem, semmilyen érzékszervi hatás, sem beszéd, sem cselekedet nem uralhat. De ahhoz vissza kell térned az önvaló tapasztalatához. Más út nincs. Különben befedik a homloklebenyedet, és elhiszed, és viszontlátás. Akkor tényleg marionett figuraként mozgat, nem csak a mesterség és a természetes intelligencia is. Nézd meg a középkor bő 1000 évét Európában. Milyen intelligencia mozgatta az embereket. Nem volt az se jobb, se rosszabb, csak nem volt ekkora infrastruktúra mögötte. Úgyhogy tessék nagyon figyelni, hogy mit hiszel el. Milyen gondolatokkal élsz. Jó? Én azt szeretném kérdezni, tisztelettel köszöntök mindenkit, hogy az önmagunkra való ébredés miért tart ilyen sokáig, miért kell olyan nagyon sokszor újra születni, és lehet, hogy a mesterséges intelligencia ebben gyorsabb lesz, és mi le leszünk maradva a végén. Az a helyzet, hogy játszottál számítógépes játékkal valaha? Igen, 20 éve. Hát ez az isteni színjáték, amiben benne vagyunk, ennek is megvan ugyanúgy a 20 szintje, és mindig életeket lehet szerezni, meg elveszteni. És pontosan ebből az isteni színjátékból rajtad múlik, hogy senki nem szólt neked, hogy 1000 élettel ezelőtt ébredj magadra. Nem jutott eszedbe még az, hogy téged zavar az, hogy meghalsz. Vagy lehet, hogy zavart, de nem tettél érte, hogy ne történjen meg. Tehát nem indultál el azon a Patanjali 2. fejezet 18-as versen, hogy most már unod a múlandóságot, unod az egészet, ahogy Bob Dylan mondta, állítsák meg a világot, ki akarok szállni. Most, amit mondasz, két racionálisnak tűnő elme beszélget egymással, és arról beszél, hogy mi van az elmén túl. De mind a ketten most már tudjuk, hogy mi a szoftver, hogy ki tudjál lépni belőle. És ha már tudod, hogy ki akarsz lépni, akkor nézd meg, hogy hány kötődésed van tőlem, meg ne kérdezd az összeset, mert akkor nem megy haza senki. De ha elmondod, hogy mikor, miközben akarsz már kiteljesedni, hogy hány dolgot kellene elengedned, amitől még élhetnél nyugodtan, de az mégis neked olyan fontos. Tehát gyakorlatilag azért van ez a szó, hogy paravairagya, a legmagasabb szintű kötődésmentesség, ami azonos az aszamprajnát a szamádival, azaz, hogy már ne idegen szavakat mondjak, mikor képes vagy mindent elengedni, abban a pillanatban megtörténik veled a legmagasabb megvilágosodás. Amíg listázod a dolgokat, hogyha ez nem lenne, az nem lenne, amaz nem lenne, akkor boldogtelen lennék, akkor nem vagyunk kész még az önkiteljesedésre. Tehát ez olyan, ez az egész folyamat, mindig ezt a nyomorult csokoládés történetemet mondom el, hogy akkor engeded el a sportszeletet, ha megkapod a Ferrero Rochert. Tehát meg kell értened, hogy a Ferrero Rocher ott vár rád, azaz egy sokkal nagy, most az apró pénzekért harcolsz, miközben a nagy minden ott vár rád, és rajtad múlik, hogy mikor lesz a tied. De még mindig ragaszkodunk az apró pénzhez.
Hát ezt a magas rendű választ, ezt én egyrészt nagyon köszönöm, másrészt egy nagyon alacsony rendű választ fogok adni. Ezt azért csináljuk életről életre, mert imádjuk. Ez kész. Tehát olyan ragaszkodás van ehhez az érzékeléshez, olyan módon elhisszük az indriát, az öt érzékszervet, összes mentális folyamatunkat, hogy ebből kiszállni nagyon nehéz, mert nem látod a magasabb szintűt. Nagyon nehéz elhinni, hogy van följebb. Pedig annyi szenvedés van, hogy tényleg van följebb, csak ugye rengeteg vallás, rengeteg félét állít. És azt találkozni kell valakivel, valamivel és valakikkel, tehát tanító, tanítás és tanítványi közösség, hogy elindulhassa az úton, és a mi hibánk az, hogy nem ígérgetünk. Tehát megmutatjuk az irányt, megyünk oda, de neked nem ígérünk semmit. És hogyha valaki tovább akar szenvedni és szenvedtetni, nem akadályozzuk meg. Ez nem egy térítő biznisz. Tehát itt az egyetlen egy esélyed, hogy felteszel egy jó kérdést, és annak nyomán a fájtlat elvágod. A rózsakereszteseknél az első ébredés tapasztalat szó szerint úgy szól, hogy a fátyol ketté repesztése. Tehát ez az illúzió világának az első hasadása, és mögötte felfénylik az igazság. Ameddig ezt a körforgást ismételni akarjuk, addig meg is fogjuk tenni. Semmi több. Ezért csináljuk. Iszonyú konkrétnak tűnik ez. Annyira elhisszük, hogy hihetetlen. Jó? Köszönöm szépen. Szívesen. De akkor most megtörténik a hivatalos elköszönés, utána jönnek még a mantrák. Om Bolo Sadguru Sivananda Maharajiki, Jaya. Om Bolo Swami Vishnadevananda Maharajiki, Jaya. Om Namah Shivaya, Om Mani Padme Hum. Om Namah Shivaya. Nagyon szépen köszönöm a megtisztelő meghívást, és mindenkinek a figyelmet. Remélem, hogy továbbra is együtt tudunk gyakorolni, és a dharmát művelni. Mi is köszönjük, hogy eljöttetek ennyien, és mindig szeretettel várunk a hajnali meditációkra is, aki már nagyon unja ezt a körforgást, és benne van magában a spirituális útban is, hogy a boldog életnek és a bőséges életnek és a spirituális életnek ugyanaz az útja. Köszönjük szépen!